Sziasztok! Ezúttal a keresztény vallások szent könyvéről, az egyik legfontosabb szent könyvéről, az Új Szövetségről lesz szó. Ha még nem láttad volna, esetleg érdemes lehet megnézni az Új Szövetséggel foglalkozó videót, hiszen így lehet teljes képed a Biblia szövegét illetően. A továbbiak logikája is hasonló lesz, mint az Új Szövetségről szóló videó esetében. Először egy általános áttekintést adok ezekről a szövegekről, megnézzük, hogyan kanonizálódott az Új Szövetség, utána az alapeszméről, illetve a felépítéséről beszélünk. Röviden hangsúlyozom, hogy röviden, ezúttal sem lesznek konkrét szövegelemzések, tehát ez a videó is csak egyfajta keretül, illetve összefoglalásul szolgál, ha már tanultál. Az új szövetségről akkor segíthet újra átismételni, összefoglalni a tanultakat. Illetve, hogyha még nem tanultál róla, akkor pedig egy vázatos áttekintést ad, amit aztán kiegészíthetsz mondjuk az órán tanultakkal. Na de kezdjük is el. Mir miről is beszélünk, amikor új szövetségről beszélünk? Az ószövetséghez hasonlóan. Ezek a szövege, az új szövetség is tulajdonképpen egy szöveggyűjtemény, ha úgy tetszik. 27 darab részből áll, és ennek a nyelve már a görög. Tehát míg az ószövetség az, az héberül, illetve arámiul íródott, ez egy görög nyelvű szöveg, aminek a létrejötte a Krisztus utáni negyedik században készült el, tehát jóval későbbi, mint az ószövetség, aminek a szövegeit úgy nagyjából a Krisztus előtti és a második század között írták. Ezeket ugye teljesen pontosan nem lehet meghatározni, de nagyjából így lehet belülni. És amiért szükség volt a az új szövetség létrehozására, tehát ennek a szöveggyűjteménynek a megalkotására, az az, hogy a Krisztus utáni első századokban egyre, egyre nagyobb tempóban, egyre gyorsabban növekedett ez az új fajta hit, a kereszténység, és hogy ezt az egyre növekvő közösséget összefogják, illetve a tanításokat valamilyen módon egységesítsék, ezért volt szükség egy kanonizált, egységes, szent könyvre. Ugye ebben az időben a kereszténység még egy sokkal-sokkal sokszínűbb, színesebb hitrendszer volt, mint ami ennek ma ismerjük. Ugye ez pár száz évig eltartott, amíg, amíg letisztult ez a vallás, amíg, amíg eltűntek azok az eretneknek bélyegzett szekták, irányzatok a kereszténységen belül, amelyek aztán nem lettek a mainstream kereszténységnek a részei. Na, tehát egy pár száz évig eltartott, amíg letisztázódott az, hogy mi lesz ennek az új szent könyvnek a része, és mi nem. Igen, azt elfejtettem ideírni, hogy azokat a szövegeket, amik, amik nem kerültek be végül a kánonba, azokat hívjuk um, apokrif iratoknak, és az apokrif iratok terjedelme sokkal-sokkal nagyobb, mint a, mint, a, mint a, végleges biblia kánon, és nagyon érdekes szövegek is vannak az apokrif iratokon belül, nagyon nagy kultusza van, és nagyon, nagyon érdekesek ezek a szövegek, például Tamás apostol evangéliuma is az apokrif iratok közé került végül, nem került be az új szövetségbe. Tehát ez megint hangsúlyozom, hogy az, hogy valami nem került bele a kánonba, az nem jelenti azt, hogy, egy, hogy az mondjuk nem egy kellően jó színvonalú szöveg. Csak valamiért úgy ítélték meg, hogy nem lesz a szent szövegek része. Na, és ha megnézzük a, a kanonizáció folyamatát, hogy hogyan jött létre ez a máig használatban lévő új szövetségkánon, akkor úgy nagyjából a harmadik század az az időszak, a harmadik század eleje, amikor is akármennyire keményen üldözte a római birodalom a kereszténységet, már egy olyan Méretet öltött ez a közösség, hogy nem lehetett többé figyelmen kívül hagyni. És olyannyira megerősödött ez a szövetség, hogy maga Konstantin császár is kiadta először a türelmi rendeletet, és aztán tulajdonképpen maga is keresztényé válván, később államvallásá is tette a kereszténységet. Szóval a harmadik századig azt lehet mondani, hogy hogy egy üldözött közösség volt a kereszténység, de utána gyakorlatilag pár évtizeden belül az egyik legnagyobb vallás lett egész Európában a Római Birodalomban, és az is érdekes, hogy, hogy és furcsasága a történelemnek, hogy nagyon hamarosan maga a kereszténység kezdte magán belül az eredetnékséget pontosan ugyanolyan kegyetlenül üldözni, ahogyan a római birodalom üldözte a kereszténységet. Tehát egy eléggé véres történet a kereszténység kialakulásának a története. Na, de hogy visszatérjünk az évszámokhoz, az, az, a 325-es, itt már mindig Krisztus után vagyunk, tehát nem írom oda mindig, hogy Krisztus után, de értelemszerűen, mivel az új szövetség magáról Krisztusról szól, tehát eléggé logikus, hogy Krisztus után 325-ben vagyunk, és ez a nícai zsinat az, ahol Konstantin államvallása nyilvánítja a kereszténységet, és aztán a 397-ben, a harmadik kartágói zsinaton alakul ki az az új szövetség kánon, amit a mai napig az új szövetségnek tekintünk. Tehát a harmadik század legvégén alakult ki az új szövetségnek az a szövege, amit mai napig használunk, olvasunk, tehát amit új szövetségnek tekintünk. A zsinat egyébként, ezt nem magyaráztam meg külön ezt a szót. A zsinat az egy ilyen általános tanácskozást, gyűlést jelent, tehát az egyházi zsinatokon az egyházi vezetők vannak jelen, jellemzően a közösség egészéből, tehát a kereszténység esetében a, a világ minden pontján lévő keresztény közösségeknek a képviselői egyházi vezetői vesznek részt ezeken a zsinatokon is a legfontosabb kérdésekről ezeken a zsinatokon szoktak dönteni. A mai napig vannak egyébként zsinatok, amikor az egyházi vezetők összegyűlnek. Tehát ez a harmadik kartágóvi zsinat volt az, ahol döntöttek az új szövetség szövegéről. És még egy szövegváltozatról vagy fogalomról érdemes beszélni, ez pedig ami szintén egy nagyon nagy lendületet adott a kereszténység terjedésének, amikor is ezt az eredetileg görögül írott szöveget lefordították latinra, és nem csak az Új Szövetséget, hanem az ó Szövetséget is lefordította Szent Jeromos latinra. Betlehemben ez egy gigászi munka volt, hiszen sok-sok ezer oldalról van szó, de az a lényeg, hogy ekkor született meg, 390 és 400 között, tehát megint csak a III. század fordulóján, a zsidó-keresztény hagyománynak az a egységes könyve, amit azóta is Biblia néven ismerünk. Ekkor fordította le Szent Jeromos ezeket a szövegeket latinra. És azóta is ezt a, ezt a latin fordítást fordítják le újra és újra különböző nyelvekre. Ugye nagyon sok nyelvre van lefordítva a Biblia azt szokták mondani, hogy az egyik legnép, sőt, talán a legnépszerűbb könyv mai napig, de nem lesz, utána a statisztikáknak az az igazság. Na, de nézzük, hogy miben is különbözik ez az új szövetség világnézetét, alapgondolatát, alapeszméjét tekintve az ószövetségtől. Ugye a legnagyobb különbség az az, hogy a, az ószövetségben még Istennek van egy kiválasztott népe a zsidóság. Azonban Ugye már az Ószövetségben is megjelenik ez a gondolat, erről is beszéltünk, hogy a zsidóság nagyon sokszor nem méltó erre a kiválasztott státuszra, nagyon sokszor különböző bűnökbe süllyed, nem tartja be az Istentől kapott törvényeket, és az Ószövetség pedig arról szól, hogy, ja és ott még az eredendő bűn, ugye, ami a, paradicsomi történet, amikor a, az ember, az első ember és az ember, első és az ő női társa, Ádám és Éva, ugye Szembeszegül Isten akaratával, és eszik a tudás fájáról. Ugye ez az eredendő bűn, ami véget vett ennek az eredendő paradicsomi állapotnak. És ugye ez az eredendő bűn, ez innentől kezdve végig ott van az emberiség történetében. Tehát az emberiség történet az tulajdonképpen egy, egy ős lázadással indul, és ez egy folyamatos árnyékként ott van az emberiség fölött. Ez az, ami az állandó megingásokat, az újra és újra megismétlődő bűnöket, Okozza, tulajdonképpen. És ez az az eredendő bűn, amitől Isten megváltja végül az emberiséget egy messiás által. Erről is beszéltünk az Ószövetségnél is, hogy már megjelenik az Ószövetségi proficiákban az a gondolat, hogy, hogy ez, a, ez a bűnös állapot, ez majd egyszer véget ér, amikor jön egy messiás, egy megváltó, aki megváltja az emberiséget az eredendő bűntől, és az Új Szövetség ennek az embernek a történetéről szól, hogy az új szövetség szövege azon a hiten alapul, azon a meggyőződésen alapul, hogy ez a megváltó, ez megszületett, Názaleti Jézusnak hívták, és ő, ő szenvedett a hitéjét, keresztre feszítették, meghalt, de ami a legfontosabb, hogy föltámadott. Tehát, hogy, hogy azon a hiten alapul az új szövetség, hogy ez a messiás, ez a megváltó, ez megszületett. És a másik nagyon lényeges különbség az Ószövetséghez képest, hogy Krisztus kereszthalála által már minden egyes ember lehet Isten kiválasztottja, tehát már nincsen kiválasztott nép, meg nem kiválasztott nép, hanem bárki lehet kiválasztott, aki elfogadja Jézus tanításait, vagyis megtér, az üdvözülhet, és méltó lehet Isten szeretetére. Hát, most biztos egy hittantanál fogná fognál fejét azok, amiatt, amit mondok, de a lényeg az, hogy itt már nincsen kiválasztott nép, itt bárki lehet kiválasztott. Nem számít, hogy zsidó vagy, vagy görög, vagy akármilyen nemzetiségű, hogy milyen törzsben vagy, hogy milyen, a, milyen a milyen nyelvet beszélsz, hogyha elfogadod Krisztust megváltóként, akkor üdvözölhet, üdvözülhetsz. Tehát ez a, ez a kereszténység lényege. Ami érdekes még az új szövetség vonatkozásában, hogy nem nagyon van arra forrás, hogy Jézus bármit is leírt volna. Tehát úgy lett az egyik legfontosabb tanító tulajdonképpen az egész emberiség történetében, hogy ő maga jelenlegi tudomásunk szerint nem nagyon írt le semmit, és arra sem nagyon van forrás, hogy bárkit erre megkért volna, sőt, arra viszont van több forrás is, hogy elég elég hevesen kikelt azok ellen, akik ilyen nagyon merev dogmákká akarták öm, szűkíteni a hitet, akik nagyon mereven ragaszkodtak a Szentírás szabályaihoz. Tehát magyarul, mint a Jézus maga, nem lett volna különösebben nagy barátja a tanok leírásának, de mégis ennek ellenére öm, ugye megszületett ez a szöveg, és a másik érdekessége Jézusnak, hogy nagyon, legtöbbször, amikor tanít valamit, akkor példázatokat mond. Tehát nem, nem szó szerinti törvényeket, szabályokat, életvezetési tanácsokat mond, hanem példázatokban beszél. Tehát nagyon-nagyon ritkán mond olyan explicit dolgokat, mint hogy a legfőbb parancsa szeretet, hanem általában példázatokat mond, a magvető példázata, a, a szőlőmag példázata, stb. stb. Tehát ez is, ez is egy érdekesség az új szövetséggel kapcsolatban, hogy mert ugye logikus lehet a kérdés, hogy hát miért kellett négyszer leírni ugyanazt a történetet, Jézus életét, meg a kereszthalálát. Hát ezért, mert hogy, mert hogy, mert hogy nem volt egy, egy, igaz feljegyzés, vagy maga Jézus ezt nem jegyezte föl, tehát minél többféle módon igyekeztek hitelesíteni azt, hogy ő, hogy ő valóban, hogy ő valóban mit tanított. Oké, még néhány fogalmat tisztázunk. Az egyik a Krisztus, szó, ami egy görög szó, ugye innen ered a magyar Krisztus elnevezés, az azt jelenti, hogy felkent, ez nagyjából ugyanaz, ugyanazt jelenti, mint a messiás szó, az, ószövetségi, az ószövetségben szereplő messiás szó, az, az az új szövetségben Krisztus, vagyis felkent, és a keresztény szó etimológiájáról, vagyis eredetéről azt esetleg érdemes tudni, hogy ebből a Krisztus szóból Ered a keresztény szó. Ugye a mai nyelvérzékünk logikusan azt gondolná, hogy a kereszt szóból ered a keresztény szó, vagy régiesebb kiejtésében, a nyelvhasználatban keresztjén szó, de ez nem a kereszt szóból ered, hanem a Krisztos szóból, ami, mint mondtam, felkentett jelent, és azt jelenti a keresztjén, vagy keresztény, hogy Krisztus hívő. Tehát aki hitt a Nazareti Jézus megváltóságában. Na, és akkor nagyon röviden, tekintsük át az új szövetség részeit, nagyjából ugyanaz a logika érvényesül, mint az ószövetségben, tehát vannak történeti könyvek, vannak tanítókönyvek, és a végén vannak proféciák, tehát jövendőlések. De hogy haladjunk szépen sorban, hogy a történeti könyvek, az első nagy egység, az két kisebb alegységre osztható. A, az első részt alkotják az evangéliumok, a négy evangélium, maga az evangélium szó az egyébként örömhírt jelent, és az evangéliumok azok tulajdonképpen Krisztusnak a, az életrajzai. Tehát elmondják, hogy hogyan született, hogyan telt az élete, és hogyan halt meg, és hogyan támad föl. És ez ugye azért örömhír, azért evangélium, mert, mert az az örömhír, az a jó hír, hogy megszületett a megváltó, akit az Ószövetség megjósolt, és az emberiséget végre megváltották az ősbüntől. Ugye négy evangélista került be végül a kánonba, már említettem, hogy Tamás Apostolnak is volt evangéliuma, de az végül nem került bele az új szövetség kánonba. Ugye, amit zárójelben láttok, azok, a, azok az evangélistáknak a, a szimbólumai. Ja, és az evangélistát ne keverjük össze az evangélikussal, mert az evangélikus az egy vallás, az evangélista pedig az, aki, aki Jézus tanítványa volt, és megérte az ő élettörténetét tehát a négy evangélista, Máté, Márk és Lukács, őket hívjuk szinoptikusoknak, ezt, ő a, ezt a három evangélistát hívjuk szinoptikusnak. Szinoptikus az azt jelenti, hogy együttlátó, és azért hívjuk őket szinoptikusoknak, mert ha megnéz, beleolvastok ezekbe az evangéliumokba, akkor azt látjátok, hogy ezek nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, több helyen szóról szóra szinte megegyeznek, és mindhárom evangélista Jézust leginkább profétálnak isteni küldöttnek látja. Tehát egy ilyen, hát ma úgy mondanánk, hogy egy ilyen szuper képességekkel, ö, felruházott ö, személynek látják Jézust. És egy picit kilóg a sorból a negyedik evangélista János, akinek, mint láthatjátok, a sas az attribútuma vagy szimbóluma. Ő nála egy sokkal emberibb Jézus jelenik meg, tehát Jézusnak az ember volt a hangsúlyozódik, és más dolgokat is emel ki Jézus életéből, tehát ez, ez eltér szövegében is a szinoptikus evangéliumoktól. Aztán egy sokat használt idegen szó, a passió, ez nagyon-nagyon fontos, hogy véletlenül sem mondjátok passziónak, mert az tök mást jelent. A passió szó az Jézus szenvedés jelenti, amit most már lassan közeleg ugye a húsvét, húsvét előtt szok, Szokott ez előtérbe kerülni a, a keresztény ünnepkörben. Tehát Passió, Jézus, Szenvedés története, ami a művészetnek egy nagyon-nagyon kedvelt témája. Na ennyit nagyon röviden az evangéliumokról, és a, a történeti könyvek második részét az apostolok cselekedetei alkotják. Apostoloknak hívjuk, maga az apostol szó az küldöttet vagy hírvűvőt jelent, de apostoloknak szoktuk hívni Jézus. 12 tanítványát, akik ugye a kereszténység első tanítói lettek, ugye a kereszténység első hírvívői vagy megalapítói. Nem, igaz, nem tudjuk pontosan, hogy ki írta az apostolok cselekedeteit, talán Lukács evangélista, lehet, hogy nem. De a lényeg, az, hogy az apostolok cselekedeteiben van leírva az, hogy mi történt közvetlenül Jézus halála után, milyen csoda, csodák övezték az ő, vagy követték az ő halálát, és hogy hogyan, hogyan indultak el a tanítványai terjeszteni Jézus szavait. Tehát magyarul, hogy hogyan, hogyan kezdődött el a kereszténység, hogyan jött létre ez az új vallás. Tehát ezek voltak a történeti könyvek, és ahogyan az Ószövetségben itt is a következő egységet olyan szövegek alkotják, amelyek már ennek az új hitrendszernek a tanait magyarázzák, részletezik, úgy is szokták őket emlegetni, hogy apostoli vagy tanító könyvek, és ezek tulajdonképpen levelek, tehát Péter Pál apostolnak és másnak, másoknak a levelei a korai keresztény közösségekhez, amiknek az a funkciója megint csak, hogy ezt az azért még eléggé sporadikusan szétszóródott közösséget, ezt összefogja azáltal, hogy, hogy tisztázza ennek az új hitnek a tanításait, alapeszmét, törvényeit. Tehát ezek picit ilyen, ilyen, ilyen szárazabb hit tételekkel kapcsolódó szövegek, de nagyon fontosak a kereszténység szempontjából. Hiszen ezek írják le azt, hogy milyen, milyen hitrendszer alapul Jézus tanításain. És a harmadik könyv az új szövetségben is egy profétai rész, egy profétikus könyv, a jelenések könyve, ami nagyon sok szempontból nagyon hasonlít az ószövetségi proféciákban írt szövegekhez. A jelenések könyve János evangélistához köthető, ő az, akit a hagyomány szerint Patmos szigetén egy angyal látogat meg, és megmutatja neki, hogy milyen lesz a végítéldet. És itt jelenik meg megint az a, az a lineáris időszemlélet, amiről már az Ószövetségnél is beszéltünk, hogy ugye a zsidó-keresztény hagyomány az az, az az azon alapul, hogy ahogyan volt a világnak egy teremtése, egyszer lesz egy vége is. Tehát, hogy, 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 a, hogy a mi világunk, ez a mi hétköznapi életünk a végét élet felé. Tart, hogy ez mikor jön el, hát erről vannak különböző feltételezések, mert elég sokszor válták a világ végét, aztán mégse jött el. De ez egy nagyon erős hit, hogy ennek a világnak egyszer vége lesz, eljön a végítélet, és akkor végképp megméretik mindenki a saját erkölcse szerint, és, és, utána, utána az szerint kerül mindenki oda, ahova való, amilyen életet élt, és onnan már nincsen, nincsen kiút. Szóval így, ezért elég nagy a tét, hogy az ember hogyan éli az életét, de nem akarok ebbe belemenni, főleg, hogy nem is vagyok semmilyen módon felvért ezzel mindenféle hittételeknek a magyarázatára. Most irodalmi szempontból nézzük a jelenések könyvét, amit apokalipszis néven is szoktak emlegetni. Maga az apokalipszis szó az kinyilvánítást, feltárást jelent, és, mint mondtam, nagyon hasonló modorban van írva, mint az ószövetségi proféciák. Ez főleg leveleket, látomásokat, nagyon-nagyon sok szimbólumokkal, telezsúfolt látomást, víziót tartalmaz. Az egyik leghíresebb ilyen látomása a hét pecsét, de nagyon sokat szokták emlegetni az apokalipszis négy lovasát. Tehát ez egy költői képeken nagyon-nagyon sűrűn teletűzdelt szövegrész, ami azóta is nagyon, szintén nagyon kedvelt témája a művészeteknek. Ott van például az Armageddon című film, ami szintén innen vette a, a címét, hiszen az Armageddon lesz majd az a hely, ahol a végső nagy összecsapás zajlik a földi erők és az Isten erői között és ez lesz az a nagy csata, ahol, ahol végül az istentelen gonosz hatalmak végső vereséget szenvednek. Hát addig azért nagyon rögös út vezet, addig nagyon-nagyon sok szenvedés és csapás vezet, de hogy azért az apokalipszis azt mondja, hogy végül győznek az isteni erők. Úgy tetszik, győz a jó. És ugye itt jelenik meg az Antikrisztus alakja is, aki, aki a sátán küldötte, ez is nagyon, nagyon érzékletesen le van írva, hogy hogyan munkálkodik az Antikrisztus, hogy ugyanúgy csodákat tesz, mint ugye maga Jézus, nagyon, nagyon népszerű lesz, nagyon nagy hatalmat nagyon nagy hatalmat szerez az emberek fölött, de aztán végül vereséget szenved Krisztussal szemben. Na hát nagyon-nagyon röviden és vázatosan, bár így is megint 20 perc fölé mentünk, ennyi lett volna az új szövetség hamarosan újra jelentkezem. Ha tetszett ez a videó és hasznosnak találod a csatornát, akkor támogasd akár csak úgy, hogy feliratkozol, akár pedig, hogyha szívesen támogatnád anyagilag, akkor ezt megteheted Patreonon, vagy itt a Youtube-on egy szuper köszönet segítségével. Előre is köszönök mindenféle szimbolikus és kézzelfogható támogatást. Sziasztok!